Sziasztok, ez itt a Resurgence harmadik pályája. A Cave of the Lost Souls. Ami azért érdekes címválasztás, mert talán Lost Soulból van a legkevesebb ezen a pályán. De ez ne zavarjon minket. Van itt egy berserker, de azt én inkább meghagyom későbbre. Mert ezen a pályán egy kicsit kevés az élet. Figyeljetek arra, hogy vannak itt láthatatlan pinkik is. Most is megpróbált harapni az egyik. Na de. Hogyha ide szaladtok, akkor szerezhettek néhány lőszert, illetve egy első segélycsomagot is. És ezt akár így búvóhelynek is használhatjátok, bár most nekem ezt nem éri megcsinálni, mert nincs elég lőszerem rá. Úgy csak sarokba szorítana a sok keködíjman itt. Még ezt is felszedem. Ha soti lőszerből kifogytok, akkor ott van a lávában. Viszont a háromból egyszerre csak kettőt vegyetek föl. Legalábbis, hogyha 50 a max lőszeretek, ugye? Azt hiszem, hogy itt kifelejtettem az egyik titkos helyet, ez itt a pálya vége lesz, de már most megszerezhetitek. Kaptok egy hátizsákot. Illetve azt hiszem, egy kevés életet is kaptam. Most nem vagyok biztos benne. Ez a kapcsoló enged át minket a pálya másik felére. Ezt a rácsot emeli itt föl. Jó, a berserket még későbbre hagyom. És szerintem megpróbálom most nagyon türelmesen kiszedni ezeket a Mancubusokat itt oldalt. Mert ha nem így csinálnám, akkor valószínűleg elkapnának, miközben megpróbálok lefelé haladni. Jó, innen még el tudom találni. Lenti ellenfelekkel már nem ez a helyzet. Ilyen távolságban nem működik az automatikus célzás. Ismerős egyébként nektek a zene? Remélem, hogy ismerős, mert ez a Blood legikonikusabb zenéje. Jó, szerintem most még ezt veszem föl, és későbbre hagyom a berserkert. Azokkal a menkibuszokkal kezdek ott. Meg is van. Egyébként ne törődjetek azzal, hogyha a lávába leestek. Ugyanis van elég teleport itt. Én most ezt arra használtam, hogy visszajöhessek ide. És haladjunk lefele újra. Jó, ott is egy Mancubus, előbb azokat az impeket akarom kiszedni. Talán, hogyha a másik szélére jövök, akkor nem tud ide föllőni. Aha. Megvan, és hoppá, most nem akartam leesni. Na nem baj az. Remek. Azt is kiszedtem, és már csak néhány imp van hátra. Azok már egyszerűek.
talán megéri ezt a lőszert itt felszedni. Ó, nem sikerült visszaérnem. 96% élet. A páncélzat az nem túl sok, de talán elég. Oké, téged a minigunnal szedlek ki. De sok lőszer. De sok rakéta, hogy pontosabb legyek. Erre is van egy titkos hely egyébként. Nem tudom, hogy most megéri-e felszedni. A lőszer miatt biztosan megérte. Amint aktiváljuk ezt a kapcsolót, rengeteg ellenfél fog jönni. És szerintem én ezt úgy fogom csinálni, hogy az egyik teleportot használva visszajövök ide a másik oldalra. Hú, ott egy ácsvaj volt. Talán innen ki tudom szedni. Aha, megvolt. És vigyázzatok, mert még többen spónolnak ide. Viszont így, hogy átsprinteltem ide, most már előnyben vagyok, mert csak ezen keresztül a barlangon keresztül tudnak jönni. És így szép sorjába kiszedhetem őket. Még a pén elementölt is. Viszont még hátra van ott néhány dolog. Ó, mi történt itt? Megnézem, hogy még hagytam-e itt életet. Aha, hagytam. Akkor most pedig vissza kell rohannom, mert hagytam ott két revenantet. Illetve itt oldalt is spawnolt sok ellenfél. És a másik oldalt is vannak. Talán balra megvan az összes, szóval most rájuk koncentrálok itt. Ó, hát persze, hogy magamat sebzem a rakétával. Azt hittem pedig, hogy nem fog ki rajtam itt az autóém. Jó, ez arra volt jó, hogy felszedjük a kék kulcsot, azt hiszem. Oké, ott van egy ilyen lépcsős dolog, de akkor ezek szerint nincs ott semmi. Ez csak díszítés. Oké, mentem ott jobbra, most jöjjünk balra. Ellenfélből van még hátra. Egy. Az már csak nem fog rajtam kifogni. Oké, most teleportáljunk vissza. Nem tudom, hogy kit hagyhattam itt. Talán egy... Ó, egy menkibusz, jól van. Rendben, megvan minden. Jelentősen nehezebb volt ez szerintem az első... Mármint az előző mapnál. De csak meglett. És ráadásul 69% élettel. Hát, Big Mac Davis büszke lenne. Egyébként azt tűnt föl, hogy rengeteg dolog azonos ezekben a mapokban. Például mindegyiken van olyan titkos hely, ami
amit láva mögött találunk. Mindegyik ad nekünk egy berserkert, ami egy jó dolog, mert nem kell legalább aggódni, hogy mi lesz, hogyha kifogyunk lőszerből. És többfajta játékstílust is lehetővé tesz. Kíváncsi leszek, hogy vajon ezek után is kapunk-e minden pályán majd berserkert. Mert a negyedik pályát azt még nem vittem. De majd hamarosan jövök az új részekkel. Addig is, sziasztok!